Hello, sziasztok! Hát haladjunk is szépen tovább akkor az autók restaurálásában itt a CMS-ben. Most pedig akkor a következő autónk ez a Derry High Road. 1996-os évjárat van benne, kemény 240 ezer kilométer, annyira nem is sok egyébként a korához képest. Egyetlen egy konfigban, úgyhogy nem igazán fogunk vele nagyon szórakozni. Annyi, hogy eleinte azt hittem, hogy ez valamilyen Chevy, esetleg valami Ford. Hát nem, ez egy Buick, ami azt illeti. Mindjárt meg is nézzük pontosan melyik, és hogy tényleg mennyire hasonlít rá, és van ám neve, mondjuk azt. Tehát Buick Roadmaster Estate Wagon. Tehát ez is megint ez a... lefogadom, hogy basszus, a Buicknél, aki dolgozott és ezt kitalálta, felmondott, és átment a Cooler Masterhez, mert náluk is ugyanez van az alkatrészekben, ez a Cooler Master, Master V, Master di. Tehát mindenbe belerakják a Master szót ezek az idióták is. Itt meg a Road van mindenhol, meg a Master is. Na mindegy. Egyébként az autó egy az egyben hasonlít, igen. Ez mondjuk érdekes, mi ez, valami offroados. Baszki, mekkora kereket adtak hozzá. Csoda, hogy nem izél akad bele a izébe. Vázba, bakker, meg így a karosszériába. Na nézzük, ez meg a utódja? Make wagons great again. Oké, nice. Jó, hát rendben. Én azt mondom, hogy ezt teljes mértékben hasonlít rá. Tehát most, hogyha ezt a képet is nézzük például. Itt is ugye egy motorháztető színezett, a felső rész színezett, aztán van ugye egy oldalburkolat, ami inkább egy ilyen... Most azt nem tudom, hogy ez direkt fa van esetleg ott, vagy mondjuk csak valami matrica esetleg rá van húzva. Bár szerintem rendesen rá van, igen. Rá van rakva egy ilyen fa burkolat így pluszba az autóra. Tehát így valószínű az egész karosszéria ott van, alatta, és arra van rárakva, pluszba, mint egy dísz. Mint hogy egy díszsík lenne, csak hát itt egy ilyen dísz faléc, ha úgy mondhatjuk. Ami egyébként nem is rossz ötlet. Annó biztos, hogy valami jó kis újítás volt. Még nem tudom, itt a játékban látszódik-e, de szerintem igen. Tehát ott mondjuk egy kicsivel látom, hogy kintebb jönne az egész. Aha, igen, ez is rá van fektetve. Karosszériára, igen. Még nem olyan vastag, tehát egy ilyen eléggé vékony réteg. Hát szépen egy kis egy faléc, aztán ennyi. Csak hogy meglegyen rajta a dísz. Jó, na, kezdjünk is neki akkor szépen. Most tudom, milyen motor van ebbe. Azt mondja, hogy V8 DAC AXK, ez teljesen jó is lesz, nem is váltjuk szerintem. Úgyhogy azt jelenti, szerintem be is vásárolunk mindjárt. Csak előtte takarítunk. Jó, és azt mondja, hogy AXK kellene nekünk. Baszki, 26 ezer kredit! Anyád! Azért az nem semmi. Egy ilyen kis családi autóba. Na hát valamivel el kell vinni a csomagokat, ugye? Na mossuk is le akkor először. Ha jól látom, akkor fehér az alapszín. Nem tudom, hogy ez gyári szín, vagy... Nem, gyári színen van, nagyon jó. Hát akkor lehet, hogy a fehéret meg is tartjuk. De majd kiderül. Na, kezdjük is el akkor. Konfigot nem kell csinálnunk, nem kell szórakoznunk vele, úgyhogy... Egyből mehet szerintem a teljes javítás. De előtte nyomunk egy Toggle-rasztot, csak hogy megnézzük, milyen teljesen rozsdásom az állapota. Szép, szép. Hallod, még a izé is átütött a rozsda a fán, vagy mi? Get! Másik oldalon. Ott, baszegé, még rosszabb. De jó ég. Na jó, ezt figyelnünk kell, ahogy eltűnik róla. Ezt figyeljük. Várjál, úgy állok be, hogy egyből rá tudjunk fordulni, sőt így. Igen, azt mondja, hogy user 1050. Á, instant eltűnt. Ez így nem poén. Na mindegy. Az érdekes volt, ahogy átütött a fán a rozsda konkrétan. Na jó. Akkor a belteret is szépen ki kéne takarítani. Igen, az is szépen patyolat tiszta. Szépen illatos. Aztán be is dobjuk akkor a beltér részeit. Szerintem egyébként tuning alkatrészek nem lesznek, de azért nagyon néznék, hogyha igen. Nem, nincsenek, ja. Gondoltam rá, hogy azok nem lesznek. Úgyhogy teljes mértékben az alapalkatrészekkel mehetünk is tovább. Szóval mindent egyben megveszünk. Hoppá. Vettem még egy lakhárítót, nem baj.
Mondjuk azért azt megnézhetjük, hogy hát ha esetleg még a gyári lehetőségek között ettől függetlenül van-e több. Bár nem hiszem, hogy oda rakták volna, mert akkor a tuningba lenne. De azért meg mindjárt végignézzük az alkatrészlistát. Jó, és akkor még ezt az oldalt még gyorsan megcsináljuk. Jó, ez így megvan. Hát megnézhetjük egyébként, de szerintem mindenből egy van. Egy lökhárító, egy front bumper, egy rear bumper. Van egy motorháztetőnk, az ajtók, az ablakok, egy lámpa, két lámpa, egy lámpa, két lámpa, csomagtartó, windshield, mindenből egy van, ja. Vagy hát mindenből egy pár és egy darab, ahogy éppen esik. Úgyhogy akkor mehetünk is tovább. Nézzük a motorteret. Azt mondja, hiányzik nekünk itt egy pár alkatrész, amiket most szépen gyorsan pótolunk is. Hopp, van egy motorvezérlő benne, az szép! Egy kis családi kombiba, baszki, és motorvezérlő van, hát beszarsz. Várjál, melyik is az? Ja nem, itt van. És egy A típusú volt, azt hiszem, hogyha jól láttam, igen. Ó, bazd meg már, hogy össze-vissza ugrálsz, na végre. Na, közben gyorsan ezt itt levesszük. Jó, na nézzük akkor ezt a fuseboxot. Ó, teljesen üres. Teljesen jó, teljesen jó. Egyébként időközben ugye elkezdtem a GTA story videókat is szépen újra fölvenni és újra megcsinálni. Egy a probléma, hogy jelenleg a Franklin-es chop küldetésnél tartok, ahol nem tudom, hogy most a save game az, ami elbaszódott, vagy szimplán a játék egy szar, úgyhogy most újra le fogom tölteni, meg minden. De egyelőre úgy tűnik, hogy nem tudok tovább menni, mert a Franklinnek az a képessége nem elérhető. Egyszerűen le van blokkolva, tehát nem töltődik, nem lehet használni semmi. Ha kint vagyok a sima mentésben, akkor működik, de bemegyek a chop küldetésbe, akkor egyszerűen nem akar működni. Akár még próbáltam trénerrel is, bassza meg. Próbáltam trénerrel beaktiválni, próbáltam moddal beaktiválni Infinite-re, hogy legalább akkor úgy meglegyen, de nem. Egyébként fórumokon olvastam is, hogy valószínűleg lehet, hogy a save game az, ami corrupted lett. Ezzel az a probléma, hogy utána letöltöttem egy másik save game-et, ugye Franconnetről, ami 100%-os save game-et, és azzal sem működött. Úgyhogy nem tudom, mi van, de kurvára gebasz lesz, hogyha az egész save game-et újra kell kezdenem, csak azért, hogy azt az egy küldetést megcsináljam. Még az a szerencs, hogy egyébként a sztori elején van, de mi van akkor, hogyha bassza meg majd az utolsó küldetésnél lesz ez? Mondjuk a save game-emmel. Hogy odáig mondjuk most a chopot megcsinálom, és aztán meg a következő küldetésem meg majd pont az utolsó lesz, amikor mondjuk nem tudom, ki kell nyírni Trevort, és akkor éppen kellene a Franklin képesség, az valószínűleg nem lesz. Mondjuk az utolsó küldetések között aztán nem volt feltétel, sőt szerintem az első pár küldetés alatt volt feltétel az, hogy használjuk a Franklinnek a képességét bizonyos másodpercekig. Ugye a chop küldetésben az egyik feltétel ez. Tehát konkrétan nem tudom megcsinálni 100%-ra ugye goldra a küldetést, mert nem engedi a játék, hogy használjam a képességét. Szóval csodás, csodás. Azért röhely, hogy egy 10 éves játéktól az meg ilyen bugok még mindig vannak. Még mindig. Egy 10, több mint 10, lassan több mint 10 éves játéktól. Tehát úgy, hogy most már be van harangozva a következő játék is. Azért lehet, hogy a Ubisoft egyébként elég szarul tudja indítani a játékaikat, de egyébként ezt leszámítva egyébként az Assassin's Creed-eket szépen sorban hiba nélkül végig tudtam vinni. De bármilyen egyéb hiba nélkül. Persze volt olyan, amikor egy átvezető videóból például kifogyott a játék, az például azért volt, mert az átvezető videó 60 FPS-es volt fixen, nekem a monitorom meg 180-on ketyegett éppen, úgyhogy nem tetszett neki. Úgyhogy azt teljes mértékben megértem, mert hát ott... Na, frissebb volt a... Ja, ezt nem kell volna megvenni. Frissebb volt a hardware mondjuk úgy, meg a technológia, és a játék ugye az ahhoz meg nem volt programozva. Tehát ugye az teljesen más, az teljes mértékben el tudom fogadni, semmi probléma, 60 FPS-re végigvittem azt a részt, aztán ennyi.
ez, ugye a GTA 5-nél, úgyhogy előre félek a 6-nál is, hogy mennyi bug lesz. Arra nem is beszél, hogyha a 6-nak lesz online része, hogy az is milyen lesz majd. Mennyire lesznek tele modderekkel, üzékkel, csalókkal, stb. Na, ahogy elnézem, saját felnőtt is kapott ez a szar, úgyhogy mondjuk pofás. Ugye nem tudom, hogy hogyan fogom majd folytatni így a GTA-s story videókat, amiket ugye úgymond újra feltöltve, mert ugye nagyon, nagyon régiek már azok, nekem is 2015 és 18 környékén csináltam ugye azokat a videókat, és hát még nagyon régi videokártyával, régi processzorral is, ez látszik is ugye a grafikán, meg azok is még csak Full HD videók. Úgyhogy ja, majd meglátom, hogy hogyan tudom megcsinálni. De most egyre inkább más videókra koncentrálok, aztán majd, hogyha lesz rá idő. Egyelőre nézzük is akkor ezt a kis kombit. Szépen szétszedjük, közben veszem is az alkatrészeket. Egyébként meg a tervem az az, hogy nagyjából, ha az idő is engedi, akkor naponta két darab CMS videóval fogok most jelentkezni. De ez majd még meglátjuk. Kettől időtől is függ, úgyhogy majd kiderül. Meg azért is gondoltam rá, mert ugye most minden autót megvettem, amit lehetett. Úgyhogy ja, azt mondja, hogy ezekből veszünk még egyet, abból is. Mondjuk ennyire be fel is rakhatnánk, szóval... És ha jól látom, a doboz még, vagy a hátsó kifogó az még nincs meg. Meg egy üzemanyagpumpa. Jó. Illetve ezeket is most már felrakhattam, viszont az utolsót azt nem, mert akkor nem fogja kiengedni, hogy kivegyük a motort. Jó, szedjük szét akkor még a másik oldalát ennek az első futóműnek. Jó, ez így meg is van, a motort akkor nem sokára ki is szedjük. Nézzük akkor a hátsó futóművet előtte. Ha hátra tudok menni. Ne, hogy. Ó, várjál. Ebbe is kéne még kettőt venni, mert csak kettőt vettem ugye elől. Az egyik oldal meg is van. Basszus, milyen rozsdás ez a felnés. Ezt a kurva. Na, ez így meg is van. Oké. Okay. Akkor vegyük is szépen a motort, és akkor szvepeljük ki az újra.
tökéletes. És akkor van még itt egy két maradék dolog. Most nem, a motortérben azt hiszem már csak a töltések vannak hátra, ja. Gyorsan azokat megcsináljuk. És akkor a motortér ezzel kész is. Még egy fék folyadék. Hú, de közel van egyébként a motorhoz. Bár mondjuk még éppen... Ah, jó, oké. Éppen jól el van elhelyezve. Na, oké. Jó, a motortér akkor ezzel meg is van. Szépen, úgyhogy vissza is emelhetjük. És közben pedig összedobjuk akkor a kerekeket. Illetve az első rugót. Ez volt a negyedik, ja, akkor ez az utolsó. Nagyon jó. És akkor dobjuk is össze először a hátsót. Ez picivel könnyebb egyébként, mint az első, mert itt kevesebb az alkatrész. Na, ne menj már oda, hát a francba. Ja, na hátsó meg is van, nézzük akkor még itt van egy sebességváltónk, amit nem raktunk fel, meg a hátsó, mi az a kardán tengelyt sem. Meg egy kipufogó csövet sem, pontosabban a leömlőt. Akkor földobjuk még itt a tengelyt. Én is jöhet akkor az első futómű. Na, bazd meg, erre sikerül felraknom a régit. Éppen már forogni akartam, hogy a gumipersejt elkezdjem szerelni. És menet közben eddig nem kellett vennem alkatrészt. Egyelőre úgy látszik, hogy minden alkatrészünk megvan, remélhetőleg most akkor végre az első autó, ami összejön úgy, hogy nincs hiányzó alkatrész. Mert eddig szerelés közben most nem kellett vennem még egyet sem.
akkor az egyik oldal meg is van, aztán mindegyik. Minden alkatrész megvan, igen. Jó. Na, baszki. Pont elszóltam magam akkor. Ez valamilyen nem volt meg. Akkor vajon miből vettem hármat? Ebből sincs meg. Ne csesz ki már. Hát geci, komolyan mondom, nem igaz. Most meg fogjuk nézni. Összeszerelem az autót, és meg fogjuk nézni, hogy mi az, amiből még van alkatrész. Mert hogy ugye 100%-os, mert ugye ilyenkor akkor az van, hogy valamelyik alkatrészből véletlen, nem az az alkatrész volt kijelölve. Oppá! És még ez sincs. Na ez is. Hogy lehet? Na ez hogy lehet? Ez bazd meg, hogy lehet? Tehát megvan az upper suspension arm. Üres inventory-val indultam. Vettem legalább kettőt. Ami azt jelenti, hogy minimum 4 darab rubber bushingnak kéne lennie. Erre nincs bazd meg. Mert sőt, igazából ehhez... De, igen, kettő jön hozzá. Kettő. És aztán sőt, valamelyikhez három? Sétre nem is tudom, lehet, hogy az alsóhoz vagy a felsőhöz, már nem tudom, melyikhez kell három. De tök mindegy, mert ugye amikor megveszem az alkatrészt, akkor elvileg meg kéne venni ezt is, és kettő darab is hiányzik most. Az hogy a faszba lehet? És viszont a hátsónál nem volt, tehát a hátsó futóművünk az most nem az a fajta, amelyiknél bugósan működik ugye a vásárlom. Tehát ez most gáz. Most mindegy, ebből veszek most akkor így külön kettőt, csak hogy ne zavarjon be ez a plusz egy alkatrész. De ez már megint fura. Most ez is így hiányzott. Ah, és egy fékbetét sem. Na, ez is érdekes. Na, akkor megint nem sikerült egyébként teljesen 100%-ra megvenni az alkatrészeket, de aha, itt meg a féknyerekből van. Jó, akkor itt viszont megvan a turpisság. Egy féknyerekből vettem, véletlen kettőt, vagyis hát hármat. Jó, na hát rendben, akkor egyedre úgy látom, hogy kész van az autó. A végén jól el lett baszva. Jó, teljesen meg vagyunk. Na nézzük azért azokat az alkatrészeket. Azt mondja... Várjál, kéne nekem egy sorrend szerint... Hol van sort? És azt mondja, hogy condition csökkenőbe. Aha! Véletlen vettem egy plusz összekötőt, egy plusz gömbfejet. A fuel filter az oké. Két darab... Sőt, plusz két darab kardántengelyünk van, plusz egy lökhárítónk. Mi? Az hogy lehet? Még egy plusz lökhárítónk van? Ja igen, mert amikor vettem a rendszámtáblát, akkor véletlenül izét vettem meg, egy lökhárított pluszba, igen. Aztán van itt egy brake caliper még pluszba, az is, és az meg is ott van pedig. Beszarsz! Ott van az a plusz féknyereg! Mi a fasz? Ja, abból vettem kettőt, ja, igen, abból sikerült vennem kettőt, igen, a fékbetét helyett, igen, az jó. Az is jó. És akkor valószínű az összekötőt vettem meg véletlen az izé helyett. Az egyik lengőkar helyett. Ott bassza meg, ahol van. Ez van. Na, takarítsuk is ki így akkor az alkatrészeket. Na jó, jó. Jön kicsit egy save-et még mielőtt kifagyok. Aztán kezdhetem előről. Jó, na vigyük is át akkor egy futómű beállítása. Ó, két piros, két sárga, és milyen jó kis trióba. Vagy izébe ilyen duplázva. Ugyanazon az oldalon. Csak nem is keresztbe. Jó. Jöhet akkor az a fényezés is. Hát gondoltam, hogy matrica nem lesz hozzá, úgyhogy... Hát én nem mondom, hogy megtartjuk akkor a gyári szint. Tehát most nem igazán akarok... Bár valami köz... Nem tudom, valami közkedveltebb szint adjunk már neki, mint ez a fehér, bár mondjuk az első találatunk is egyébként fehér, szóval... A zöldbe is mondjuk még lehetne. De mondjuk igaz, jó rendben, akkor marad fehér. Ha már az első találatunk is végeleményben ugye ez a fehér, és hozzá végeleményben az is a fa díszléc, így akkor... Na akkor legyen. Maradunk fehérnél. De a feketében sem rossz egyébként, de maradunk fehérnél, akkor gyári szint adjuk meg neki. Ez egy full restaurálás, egy kis minimál tuninggal, így, hogy kapott egy jobb motorvezérlőt, meg egy brutálisan jobb motort, mert szerintem lesz vagy háromszor annyi a motor teljesítménye. Nagyon annyi nem, de meglátjuk. Le is visszük akkor a dynóra, és nézzük meg akkor. Itt mondjuk egy motorvezérlőt azt tudunk állítani, karburátort viszont nem. Igen.
hogy gyorsan a motorvezérlőt be is állítom. Meg is van, és nyomunk hozzá még a szokás szerinti 9 sebességet. 58, 48, 38. Na. Jó. Nézzük is meg akkor, hogy a 356 lóerőből mennyi lett. Na hát 785 lett belőle, és ja, több mint dupláztuk, sőt majdnem másfélszeresen nőtt a teljesítmény. Ó, és kerekendre, 300-as track rating. Na szép. Akkor ez ki lett számolva. Na nézzük, menjünk is vele egy kört, aztán nézzük meg, hogy mennyi lesz a végsebessége. Amit egyébként most úgy látom, hogy 120-at ír. Várjál, ott két sor is van, nézzük meg akkor flycam-mel. Wow, fú, de érzékeny. Szóval azt mondja, hogy van nekünk itt egy 120, de az alsó sorban 180. Tehát én azt mondom, hogy akkor 190, olyan 200 km mondjuk a max. Ami gyárilag van benne, igen, mert ugye látszik a külső az mérföld per óra. Valószínűleg a belső az akkor a kilométer. És ugye akkor mondjuk egy olyan 200 km per óra, mondjuk a gyári. Amit ugye ide írtak. Csak hát ugye ennek nem feltétlenül lehet hinni. Na, hol van a workshop maps? Nézzük is, akkor gyorsan kiváltjuk a kamerát. Hát a 200 km az bőven meg lesz. Már meg is van. Fordulat 6500-as. Ugye elnézem. Elég stabilan megy, mindjárt 300 km per óra, bassz, aki ilyen kis családi kombi, bassz, nem igaz. Ha 5-ös, 6-osnál már megint lehetne kicsikét növelni a nyomatékot, mert eléggé közel voltak egymáshoz. 350 meg lesz vajon? Ó, azért pályáról nem akarok lemenni. Még most egyenes. 345. Na, szépen megy felfele, csak lassan elfogy a pálya. Mondjuk már majdnem max fordulaton van, szóval nézzük meg azt a hetest. Aha, kicsit gyerünk, húzzad még neki, úgy, 350. Nagyon jó, megvan a 350. Na hát, ezzel már lehet menni nyaralni, kérem szépen, 350 km per órával. Német autópályán csak így... 360 már... nem lesz meg. De mondjuk azt, hogy megvan, mert szerintem, hogyha az 5-ös, 6-os közötti nyomatékot még egy kicsikét növeltük volna, akkor simán meg lenne a 360. Szóval... 360 km per óra. Azt a kurva. Nem rossz, nem rossz. Ezt így el is fogadjuk. Aztán legyen boldog az új tulajdonos vele. Na, rendben. Azt mondja, nézzük is, meg gyorsan átdobjuk akkor a garázs elé. Ez így jó is. Csináljunk róla gyorsan egy képet. Jó, na. És akkor nézzük meg, mennyire adjuk el. Ezt ugye roncs terepen szereztem, igen. Ott sikerült vele összefutni. Nem is rossz, nem is rossz. 6000-ért vettem kerekítve, és 121-ért fog elmenni. Ez jó, ez jó. Ez teljes mértékben jó, el tudom fogadni. Szép. Még nem számítottam rá, hogy ennyiért fog elmenni, én azt hittem bőven 100 alatt fogjuk eladni, de jó ez, 121.
Ezt el tudom fogadni, jó. Oké. Na, és akkor következő autónk, akkor ez a dödödödödödö. Úgy átrakjuk szépen a garázs elé, közben áthozom a másikat is a B-re, és utána le is hívom a harmadik autónkat. Ezt a B-re, és akkor a következő harmadik pedig... Nézzük, egy perc kimehet rá. Ops, igen, ez az a probléma, hogy mindig majd lapoznom kell. A Zephyr, nagyon jó, az jöhet. Nem tudom, hogy pontosan ez milyen autó, de majd meglátjuk. De ezt is lehívom. Ez, uff, fúj, milyen ronda, lila színe, fúj. Na, hát szóval ez lesz a következő autónk, ez a kis Ferrari elvileg, hogyha jól tippelem, egy Sakura GT20, ami egy Ferrari, hí, nem tudom micsoda hirtelen, pedig már egy mod videót is csináltam róla egyébként, mert hogy ugyanaz elvileg, de majd megnézem, és akkor a következő videóban kiderül. Hát eléggé durva autó, ez is egyetlen egy konfigja van, úgyhogy nem fogunk vele nagyon sokat szórakozni, de 343 ezer kilométert, a jó ég. Ezt nyüstölték, ezt nagyon nyüstölték ezt az autót, úgy érzem. Aukciós házról sikerült vennem csak, mert csak ott találtam egyébként. És ezt is, nem, ez mondjuk roncsos, ugye? Vagy milyen állapotban van ez? Hát mondjuk vegyesbe, úgyhogy lehet, hogy ez nem is a kovalsz kis rész, hanem a másik. Ahol ugye használt, vagy hát elvileg használható autók vannak, bár szerintem beindulni ez sem fog. Tehát, ja, hogy be se tudok ülni. Igen. Baszki, egyébként ebbe szerintem én magam be se férnék. Iszonyat kicsi a hely, basszus. Jó ég. Hó, mire tervezték ezt az autót? Gyerekre? Vagy mi van? Ez kurva kicsi ez az autónak az ülési helye. Mutasd, azért legalább az oldalsak, mert legalább van ülés. Hát azért, mondjuk hátrájébb van csúsztatva egy picit, de hát kett. Itt a hasadban van bazzák a kormány. Na mindegy, érdekes. Minden esetre az autó színe is érdekes, mert ugye eredetileg fekete. Most meg full barna, tehát ezt élvezet lesz majd lemosni, úgy érzem. Na jó, azt majd a következő videóban fogjuk megnézni, addig is, sziasztok!